Ezen a hosszú hétvégén is jó volt Győrinek lenni, egymást érték ugyanis a programok, a szórakozás, a jókedv garantált volt Kiskúton. A bucsúi hangulatban hinták sokasága sorakozott fel a placon, harapni való is akadt bőven, színes kavalkát fogadta a családokat az eseményen. Persze a rendezvényt nem kis munka és szervezés előzte meg. Reggel 7-kor már kezdtünk egy horgászversenyen, amelyek épp az előbb volt az eredmény hirdetője, kerékpártúrát indítottunk, focikupánk is lezajlott, úgyhogy én azt gondolom, hogy a sportos részt is meg tudtuk csinálni. Hát ez nyilván egy olyan helyszín, ahova sok-sok évtizedig járnak már a győriek, családok nagyon szívesen látogatnak ki, különböző generációk. Ezért nekünk arra is gondolni kell, hogy a gyerekek, a felnőttek és a fiatalok is mindig megtalálják azokat a programokat, ami számukra kedvező és kellemes. A pónik vitték a prímet a picik körében, a gyerekek ugyanis nyerekbe pattanhattak, hála az Ördög Lovasok csapatának. Nagyon régóta, most már 12 éve elkezdtük ugye a kicsik oktatását, egészen pici 3-4 éves, tehát óvoda érett kortól tulajdonképpen, és most már ugye a gyakorlat bebizonyította, hogy megvan az eredménye, ugyanis ma délután most az ovisok, a póniovisok fognak egy ördöglovas bemutatót tartani, tehát lovasakrobatika lesz a közönség számára, és hát láthatja a közönség azt, hogy a kicsik is képesek sok mindenre, gyakorlás, szorgalom, tanulás, és akkor működik. Sztár fellépők, színpadi programok is színesítették a háromnapos fergeteget. Ott jártunk, akkor éppen Sík Frida, a Győri Nemzeti Színház művésze énekelt a fiatal közönségnek. Titkom, titkom, elárulom néked, illőn szépen, hogyan fogy az éket. Mint kiderült, a mindentudó, illemtudó előadás nevel és szórakoztat egyszerre. Tömböly Tamás a szervező keresett meg, mert tudja, hogy így a gyerekműsorok kapcsán eléggé színes a repertoárom, és amikor elmondtam neki, hogy akkor mik közül lehet választani, akkor azt mondta, hogy hát ez a mindentudó, illemtudó, ez nagyon-nagyon hatásos lehet. Úgy kell elképzelni ezt a műsoromat, hogy a magyar népdaloknak a dallamára át van írva a szöveg, és az illem talaján próbálunk egy kicsit mászkálni, és a gyerekekkel szórakozni. Nagyon zenés, nagyon interaktív. A Majáris szomszédságában a Xantusz János állatkert bejáratainál is kígyóztak a sorok. A tavaszi hétvégén a hagyományos attrakciók mellett számos különlegességgel készült a létesítmény és annak minden dolgozója. Így nagyon népszerű volt a pingvin séta is. A hétvégi kavalkát felemelő volt, feltöltődhettek a győri családok, kedden pedig az ünnep után folytatódott a munka, de szomorúságra semmi okunk, hiszen a következő hetekben is egymást érik majd a fesztiválok, a jobbnál jobb rendezvények Győr városában.